nem mehetünk el amellett a kérdés mellett, hogy megnyomtátok a gombot a jéghár enyhítő, kárenyhítő rendszeren. Milyen változásokat hozott most a Covid? Ugye hát a jégkárt azt és a csapadékot, a jeget hozó csapadék, hogy a Covid kevésbé érinti, de nyilván nekünk azért a kollégákra oda kell figyelni. Ugye április 15-től szeptember 30-ig tart a védekezési időszak, és valóban nem megkerülhető az, hogy a közel 1000 védekezési pontnak a zöme az manuális beavatkozást igényel, tehát azért a talajgenerátor kezelőivel nekünk tartani kell a kapcsolatot. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy tudjuk ezeket a kapcsolódási pontokat minél kisebb kockázat mellett megtenni, de azt gondolom, hogy ezt jól tudtuk kezelni. Nyilván ilyen szempontból az automata rendszer lenne a tökéletes megoldás, de ugye ez hát költség miatt ez most rövid távon nem kivitelezhető. Azt látjuk egyébként, hogy ez a rendszer kifejezetten jól működik. Ugye itt azért látni kell, hogy egyik évet a másikhoz automatikusan nem tudjuk hasonlítani, hisz az időjárási különbségek egyik évben a másikhoz képest beavatkozás nélkül is mások lennének. Ezért alapvetően várjuk az első 5 év elteltét, hisz az a szakértői statisztikai mondás, hogy a védekezés előtti 5 év és a védekezés utáni 5 év összehasonlítása adhat egyfajta segítséget. Ugyanakkor a már rendelkezésre adatok azért azt mutatják, hogy valószínűleg helyes volt az a feltételezés, hogy évente több 10 milliárd forint értéket képes csak a mezőgazdaságban megmenteni ez a rendszer. És hát bízunk benne, hogy a gazdálkodóknak valóban kevesebb lesz a káruk. Az eddigi adatok egyértelműen szignifikáns csökkenést mutatnak. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez egy jégkár mérséklő rendszer, tehát megelőzni teljes egészében a jégkárt megszüntetni nem tudjuk, erre nincs lehetőség. Ugye alapvetően itt a jégszemcsék kialakulását, illetve a jégszemcsék méretének a nagyobbodását tudjuk ezzel a rendszerrel megakadályozni. A jég vonatkozásában egyértelműen kimutatható, hogy ez a beavatkozás ez csökkenti a jég által okozott kár mennyiségét és arányát is az ivataros időszakon belül. Az elmúlt évek tapasztalat alapján úgy érzitek, hogy elég sűrű a háló? Vagy bővíthető? Ugye egy 10x10 kilométeres négyzet rácsot, hogyha egy képzeletbe az ország térképére fektetünk, akkor a meccés pontokban találhatóak meg ezek a talajgenerátorok. A tapasztalat, a nemzetközi, illetve a hazai tapasztalat is azt mutatja, hogy ez teljes egészében rendben van. Sokkal izgalmasabb inkább az, hogy az országhatáron kívül is védekezzenek, hisz erről a rendszerről tudni kell, hogy nem ott kell védekezni, ahol egyébként a jég lehullana, hanem ott kell védekezni, ahol a jégszemcsék kialakulnak. Ezért aztán nem egyszer előfordul az, hogy az országhatáron kívülről, mert úgy érkezik be a felhő az országból, hogy az tele van jégszemcsével. Nyilván ott már nem nagyon tudunk védekezni, ott egyszerűen elszenvedjük a jégkárt, viszont hogyha az országhatáron túl is, a szomszédos országban is hasonló mechanikával, tehát hasonló megoldással védekeznének, akkor az úgynevezett szélehatás, ami azt jelenti, hogy a széleken kevésbé tudunk az előbb említett ok miatt védekezni, az nem nálunk jelentkezzen, hanem egy kicsit kijebb, úgyhogy mi nagy örömmel állunk rendelkezésre és meg a tapasztalatot bárkivel, aki ilyenben gondolkodik, legyen szó bármelyik szomszédos országról.